van se ének, nem kell hozzá, hogy visszatérjek. Látod, se van se ének, nem kell hozzá, hogy visszatérjek. Még annyi sem, hogy szavaidnak íve legyen. Elég, ha fáradt napjait perem én, helyet adsz nekem, s az élet kibomlott ámra hajam minden szálával, újra szerte ára, újra szerte ára. Egyszerre menj jóvá tétel, egy ismerős kanál érintése a szádban, egy név, amit 15 éve szeretnél újra hallani, egy mozdulat, ahogy betakar valaki. Légy óvatos, az elragadt. Kis eperjesi dal. Érzik az őzek a hó közelettét. Karácsony havának ma első napja vagyon. Az eprek városa, a drága eperjes már behavazva fogad. Kék árnyékú kicsiny, meg-megdidergő portékás kunyhóival, bádog hangú, mégis mennybéli zenével és a mézbor ízével itt a karácsonyi vásár. Ünnep heroldá válok, mint az imént az út mentén fázva futó őzek szelíd serege, magam is. S angyalt rajzol a hóba, igaz, csak hó lepte fejemben, gyakran fájdalomba kövült, de a röpülés örömébe könnyen visszataláló két árva karom. Budapest Eperjes, 2016. december 1-én. Az eperjesi graduálból, 1635 tájáról fogok stílszerűen énekelni egy adventi éneket. Aki szerepel benne, ő is ünnepherold, úgy hívják, hogy Gábriel arkangyal, és az angyali üdvözletről szól. Ez egy gregorián dallam, az az érdekes, ugye, hogy a reformáció nem cseréli le teljes egészében a zenei hátteret, a korábbi évszázadok vívmányait, a katolikus többszólamúság némelyik elemét, és a gregorián alapzenei nyelvet is használja. És ebben az időszakban ez még olyan szépen összeforrottan működik a magyar költészettel, hogy ez egy ma is könnyen énekelhető. Csak azért lantolok hozzá, hogy még az is legyen, egyébként ez a kapella is működne. Üdvözítőt régen te, mint megígéri az Isten, ezt az utolsó időben megadás szűznek néven. Szűz Mária volt az Isten, Gábriel angyalt elküldi. Ki őt ékesen üdvözli, Istennek kedvét jelenti. Idvez légy úgymond tiszta szűz, mert kedvet leltél Istenné. Boldog vagy asszonyok között, mert te szülő az áldott Krisztus. Szent lélektől fogantatik, Isten fiának hívatik, Dávid székén uralkodik, országa el nem végezik. Országa el nem végezik. Hallgatás Ézsaiás könyvére. Legyen, a Lukács evangéliumára is legyen.
Az az érdekességük, ha ez érdekesség, hogy mivel az eredeti szövegek is egyrészt bibliai textusokra, másrészt azoknak a régi magyar fordításaira alludálnak, ahogy szoktuk mondani, visszautalnak és abból építkeznek, ezért ez zeneileg is könnyű megfogni, és így én is vendégdallam foszlányokkal játszhatom benne. Tehát, hogy régi zene is ez egy kicsit, ami azért a szorosabb mesterségem. Hát lássuk, hogy... Hárfa orzó füzekre hányszor függesztette a hangszert önként gyanútlan. Hittem pihenni csak Babilon néma földje, hányszor elperelte tőlem a szó. Egyetlen Sionot, Babilon néma földje, hányszor elperelte tőlem a szó. Egyetlen Sionot, teremtőm, fordítsd vissza napórán az árja, hogy szűkölő félelmeimből hozzáts magamhoz el, s visszataláljak. Hozzáts magamhoz el, s visszataláljak. Te elveszett és megtalált, akinek jötte fénybe vonja házam. Tudd, amíg meg nem érkezel, magom is éljen fénytelen. S bár nem kér és nem válul, torkom immáron sebeg útja. Nem fogyhat ki a hangtalan, tűrő szólongatásból. Nem fogyhat ki a hangtalan, tűrő szólongatásból. Nekem három lánylányom és egy nagyfiam és 6 kislányunokám, úgyhogy majd csak összehoztunk valamit, majd meg is lehet nézni. A szöveg nem hosszú, viszont hát ha ilyenkor mindenkinek jól jön egy kanálka gyerekkor. Ahogy én nagyon tudtam az előbb örülni, mert ezt még nem is mondtam az adományozóknak, Túticának, illetve Ilonának és Nerev Gyurinak, akik hoztak egy gyönyörű házi készítésű, nagyon illatos kenyeret, egy nagy-nagy kenyeret ajándékba, meg bort karácsonyra, és erről eszembe jutott, hogy amikor drága nagyapám mindenféle számüzetéses állásaiból egy-egy hideg téli estén hétvégén megjött, akkor általában volt nála egy majdnem ugyanilyen, illatában mindenképpen ugyanilyen házi kenyér. Nos, tehát akkor egy kis gyerekkor adag. Sünn mama altatódala. Amíg a tüskéid puhák, vigyázok sünikém te rád. Takarlak barna jó avarba, hogy álmod semmi ne zavarja. Se gyors és kemény labda, se kiránduló felnőtt gyerek. S hogy ne ijesszen lopakodó róka, ne rezzenj össze harangvirág szóra, méhecskes bogár zümmögésre, csak egyre figyelj, fészkünk melegére, s ne csusszanjon el lábad kóborló csigákon, legyen tiéd a pihekönnyű álom. Amíg még vaksi kis szemed, meglátom a veszélyeket, és elbújtatlak, sünn babám. Tüskéid puha fehér soralám, erősödik a langyos anyatejtől, s attól, hogy itt aludtunk lábtól fejtől. Jön a lábtól fej. Már lassan szúrós barna páncél védi a hátad, amire gizgaz és sok szamóca ráfér. Tudom jól, holnap már nem szipogsz tüskés anyádér, kék virágok piros gombák tövében. Holnap vagy később, karácsony éjszakáján,
már felnőtt sűn leszel, de addig én dajkállak el. Az, hogy ezt megírtam, nagyon jól esett, és az még jobban esett, hogy egyik első fogyasztója, Panni unokánk kijelentett, hogy nagymama, olvast fel még egyszer. De az még jobban esett, hogy én, akinek a kézügyessége mondjuk ugye a -0 alatt mozog, kivéve a konyhai munkát, ezt az installációt, emberek, ezt a karácsonyit, ezt én csináltam. Mert a vábővész azt mondta, hogy na Évike, ha akarod, csináld az egyik képet te. És akkor Évike gondolkodott, és mondta, hogy na jó, akkor most megcsinálom. Na, erre büszke vagyok, mondjad.